Üdvözöllek, Király Norbert vagyok, és ez itt a Millió Masinas Klub YouTube csatornám. Ez a csatorna arról szól, hogy hogyan érd el az anyagi függetlenséget, ezen a téren szeretnék tippeket, trükköket, módszereket megosztani. Tenerife-n vagyok, Playa de las Americas-ból jelentkezem, és arról szeretnék egy picit beszélni, hogy miért is járok én olyan sűrűn ide Tenerife-re, a Kanári-szigetekre, mit csinálok itt. Először is talán kezdeném azzal, hogy ami a legnagyobb vonzereje ennek a kis szigetnek, az talán az, hogy Európán belül ez az a régió, ahol egész évben jó idő van. Tehát, hogyha januárban vagy februárban leutazol ide, akkor is napközben 25 fok körüli hőmérséklet van, tudsz napozni. Estére persze azért leül egy picit az idő, olyankor fel kell venni egy hosszú nadrágot, egy pulóvert, esetleg, hogyha beülsz vacsorázni valahol a sötétedés után. Egyébként ez egy ilyen érdekes dolog, hogy addig, amíg világos van, addig nagyon, nagyon kellemes jó idő van, és amikor lemegy a nap, akkor hirtelen akár egy olyan 10 fokot is eshet a hőmérséklet, és hát olyankor egy picikét nyilván fel kell öltözni, akkor már rövid nadrág, a póló az kevésnek bizonyulhat. Viszont egész évben jó idő van, napsütés, és itt vagyunk Európában, Magyarországról is egy 5,5 óra repülőúttal elérhető, ráadásul a Wizz Airnek közvetlen járata van. És hát mind a mellett, hogy nagyon kellemes az időjárás, mellette nagyon jó üzleti lehetőségek is vannak, hát ugye ez a másik fontos dolog, ami engem ide vonz. A szigetnek a különleges fekvésének köszönhetően nagyon kellemes klímája is van, tehát itt egész évben friss a levegő, nincs az a magas páratartalom, amit mondjuk Dél-Amerikában, vagy akár Ázsiában, vagy Észak-Amerikában is, ugye Kalifornia, Florida, azok is meleg helyek, ott ahogy kilép az ember a repülőből, főleg, hogy a hideg helyről jön, akkor úgy megcsapja ez az erős pára. Itt Tenerife-n nincs ez, tehát itt nagyon friss levegő van, épp ezért az idősebbek, a nyugdíjasok különösen szeretik, és ennek köszönhetően nagyon aktívan el tudod tölteni itt a napokat, tudsz dolgozni, nincs az a nyomott érzés az embernek. Viszont ugye ami miatt ezt a kis videót csinálom elsősorban az, hogy az itteni üzleti lehetőségekről, főleg az ingatlan befektetésekről is beszéljek egy picit. Én már nagyon hosszú évek óta járok ide Tenerife-re, talán több mint 15 éve voltam először, és amikor ide érkeztem, akkor kezdett el kiépülni ez a déli rész, ahova csak néztünk, mindenhol toronydaruk voltak, és épültek ezek a épületek, amik elsősorban ugye, turisztikai céllal épültek, apartmanlakások, szállodák, vegyesen, de hát ugye itt ma már az Airbnb-nek köszönhetően, illetve a Bookingon is nagyon sok magánszemély és hirdet, elsősorban turisztikai céllal vannak hasznosítva. És főleg ez a déli rész, ez egy viszonylag olyan szempontból behatárolt rész, hogy korlátozott egyrészt a beépíthető területeknek a száma, másrészt pedig a beépíthetési lehetőségeket is maga az építési hatóság is korlátozza, és ez az árakat folyamatosan nyomja fölfelé. Tehát az elmúlt 3 évben azt tapasztalhattuk, hogy közel duplázódtak, de egy 50%-os emelkedés az alsó hangon volt az ingatlan árakban. Most például itt, ahol vagyok, Borinkennek hívják ezt a apartman épületet. Az egyik ügyfelünk itt vásárolt egy lakást a segítségünkkel, 145 000 euró volt, egy picikét csinosítani kell rajta, de amúgy nem egy rossz állapotú lakásról van szó. Egy
éjszakára egy napra itt 75 euróért lehet bérelni, tehát hogyha mondjuk ezt úgy beszorozzuk, hogy egy hónapban mondjuk 20 napban vannak bérlők az ingatlanban, és ugye itt egész évben szezonban, persze a január és a február az azért a főszezon meg a nyári hónapok, amikor nyaralni jönnek az emberek, hogyha 75-öt felszorozzuk 20-szal, akkor kijön 1500 euró, hogyha ebből levonjunk mégis rezsit, meg egy kis ingatlan kezelési költséget, akkor is az a ilyen 8-9-10% körüli megtérülés, az kijön egy évre, ami azért már igen-igen jónak mondható. Itt a mostani magyar bérleti díjaknak legalább a duplája, ha nem több. Tehát ez mindenféleképpen kiemelkedőleges, ugye euróban számolunk, és úgy, hogy az ingatlan árak azok emelkednek fölfele. Jó pár klubtagnak segítettünk itt lakást vásárolni az elmúlt években. Voltak olyan apartmanok, amiket hosszú távú bérbeadásra vásároltak. Egyébként ingatlan menedzsmenttel is tudunk segíteni, illetve voltak olyan lakásvételek, ezekből volt azért inkább a több, ahol megvásároltuk a lakást, felújítottuk és továbbadtuk egy profittal. Van egy másik szegmens, amiről beszélünk, ezek az újépítésű ingatlanok, a fejlesztések. Ezen belül is vannak egyrészt a villák, másrészt pedig a több lakásos társasházak. Mindjárt ezekre is fogok mondani példát, milyen projektjeink voltak, illetve vannak most itt. Ugye ezek a projektek, amikor villát építünk, vagy egy társaságot építünk, ezek elsősorban a gyors profit szempontjából érdekesek. Van egy ügyfelünk, akinek 3 lakás vásárlásban is segítettünk, felújítás után ezek értékesítve lettek, és találtunk egy olyan ingatlan befektetési lehetőséget, ami két egymás mellett lévő telekből állt, amire egy 10 lakásos társasházat lehet építeni. És egy olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy a két tulajdonossal sikerült úgy megegyezni, hogy nem pénzt kértek a telekért, ami egy több százer euró lett volna, hanem egy-egy lakást kértek cserébe. Ilyen módon ugye sikerült a telket az ügyfelünknek megszereznie. Az építkezést pedig egy minimális önerő mellett a bank az már finanszírozza, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy körülbelül egy 100 000 eurót vagy annyit se kell összesen készpénzbefektetésként ebbe a társasházi építkezésbe beletenni. A profit pedig körülbelül egy olyan 300-400 000 euró körül várható az előzetes becslések alapján, amit felezni fogunk a befektető társunkkal, ugye azért cserébe, hogy lemenedzseljük az egész ügyletet. Ez azt jelenti, hogy az ő befektetett 100 000 eurójára több mint egy 100%-os, akár 200%-os haszna is lehet egy nagyon szerencsés esetben, de a profitja duplázása szinte garantált, és ez azért egy olyan 1-1.5 év alatt átfuthat. Tehát itt jelen esetben extrém jó számok jöttek ki, azért nem mindig ilyen magas a megtérülés, de mint ahogy látod, erre is van példa. Ugye a másik ilyen újépítési, fejlesztési dolog, amikor egy villát építünk, itt nagyon fontos, hogy jó legyen a fekvése, jó legyen a visztája, a kilátása, és természetesen, hogy jó áron vásároljuk meg. Az újépítési projektekre általában igaz, hogy az egy alfája és omegája a befektetői sikernek, hogy a telket jó áron vedd, mert sokszor a rákerülő, ráépülő fejlesztésnek köszönhetően keletkezik egy többlet érték, ami ugye itt a teleknek a,
az értékét is viszi fel ilyen módon. Most is vannak olyan projektjeink, ahol villaépítés van előkészítés alatt, illetve van egy ügyfelünk, akinek olyan terket keresünk, amire villát lehetne építeni. Egyébként Tenerife-nek van egy északi része is, a főváros Santa Cruz az északon található, ott az ingatlan árak alacsonyabbak, itt délen azért az a jellemző, hogy körülbelül olyan, hát hogyha ha nagyon jó áron sikerül vásárolnunk, akkor ilyen 130-140 ezer eurótól indulnak az árak, ezek ilyen stúdióapartmanok, egy picivel magasabb áron, nappali plusz egyhálószobás lakásokat lehet kifogni. És hát a turizmus az folyamatosan növekszik, épp ezért egy nagyon jó bérleti potenciált kínál ez a piac. Összehasonlítva, egyébként Spanyolországon, ugye a kontinense Tenerife a Spanyolországhoz tartozik, durván egy olyan 2000 kilométerre a spanyol partoktól délre található Tenerife. Itt talán annak köszönhetően, hogy egy kis szigetről van szó, és a beépíthető részek korlátozottak. 2008 után, amikor Spanyolországban nagyon komolyan estek az ingatlanárak, lefeleződtek, itt akkor is csak egy mérsékelt csökkenése volt az ingatlanáraknak. Hogyha sikerült kedvet csinálnom számodra, hogy megnézz egy kicsit közelebbről Tenerife-t, az itteni lehetőségeket, akkor arra biztatlak, hogy vedd fel velem a kapcsolatot, és hogyha kilátogatsz akár turistaként, nagyon szívesen az üzlettársammal végigmutogatjuk neked az itteni lehetőségeket, és hogyha kedvet kapsz hozzá, akkor egy teljes körű ügyintézéssel, tanácsadással tudunk neked segíteni a vásárlásban, vagy akár a későbbi menedzselésben is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Szia!